a régi magyarországi nyomtatványokat, ezt én találtam ki, bocsánat, de ezzel tudtam kifogni, hogy ne az legyen régi magyar nyomtatványok, mert az csak a nyelv, szóval mindennek. A szomszédaink nem mondhatnak semmi, mert akkor igenis az Magyarország volt, kivéve Erdélyt, amelyik török vazalus volt, de a nem vitás, hogy Magyarország volt, nagy a nyelvterület volt, hiszen a törvényeket, az erdélyi törvényeket nem latinul, mint Magyarországon, hanem magyarul jelentették meg. Szóval nem vitás, hogy ez jó megoldás volt. Így az RMK 1, tehát a nyelvit és a területit összefogtuk, Horvátország nélkül, a társország jeligével. Ezt a régi RMN-et, ezt így agyaltam ki, hogy régi magyarországi nyomtatványok, hogy nem könyvekre, ne szorítkozunk, hanem az egyleveles is legyen benne, szóval ezt fundáltam ki, és ez talán így be is jött, és valóban azt a munkát fedi, ami mai napig is, és adja Isten, minél tovább folytatódjék. Mostan nyugdíjba mentem, de hát az eleménytől nem váltam meg, mert azért lektoráltam, meg szóval rajta tartottam, nem tartottam rajta kezet. Minden kérdésre igyekeztem a legjobb választ adni, ha kérdeztek. Nem kotyogtam bele, de tudták, hogy ha bármi probléma van, nyugodtan kérdezzék meg. Én igyekezni fogok a legjobbtól. Az korábbiak ismeretében annak megfelelően a legjobb választ adni. Úgyhogy a kapcsolatunk a mai napig is pompás. Én munkamániás vagyok, úgyhogy, és a fókuszálásról már beszéltem. Úgyhogy a rekordom 14 óra volt egy nap, de hát ez csak rekord, de a 10-12 az nem volt ritkaság, és így nyomorúságosnak érzem magamnak, amikor már másfél óra után most már nem megy tovább, és le kell feküdjek. Ez nagyon megvisel, meg kell mondanom. Mert annyira a munka rabja vagyok. És látom is, hogy mit kellene csinálni, és nem megy úgy. És sem mennyiségben, sem minőségben. Ez egy önvallomás.